A vitorlásporttal a balatonfüredi Koloska kikötőben megismerkedő paksi, illetve környékbeli fiatalok általában megmaradnak a kezdőknek felkínált kalózhajóosztálynál. Maguknak társat és hajót választva az ASE szabadidő szakosztálya által felkínált versenyeken szerepelnek általában. Ezeken az utóbbi években a Lézer hajóosztályban és a még mindig népszerű, szintén olimpiai hajóosztályhoz tartozó Findingiben is rendeznek versenyeket. Ezekben az egyéni hajóosztályokban az elmúlt két évben bontogatja szárnyait egy valóban fiatal paksi tehetség, bizonyos Újvári Dénes. Alapvetően a tömegek versenyeztetésére hivatott ASE már az említett vitorlás szakcsoportja, mint azt László Zoltán szakcsoportvezető korábban kifejtette, nem zárkóznak el attól, hogy a sportág különböző szakágában feltűnt tehetségeket, egy-egy páros hajót támogassanak karrierje építésében. Nekem az egyéni vitorlázás az jobban tetszett, ugye a saját fejem után tudok menni, és akkor így kerültem bele ugye még annak idején a Lézer 4.7 hajóosztályba, ahol vitorláztam közel 4 évet, majd utána a Stadler Csabának a motivációjára kerültem be a Findingi hajóosztályba, ahol igazából nem volt rajtam kívül utánpótlás. A Lézer hajóosztályban hamar bizonyította rátermettségét, miután hamar világversenyekre is eljutott, még tinédzserként Újvári Dénes, ahol nem csak tapasztalatot, hanem sikerélményt is szerzett a folytatáshoz. Többek között Európa-bajnokság, világbajnokság, ahol évről évre egyre jobb eredményeket tudtunk elérni, és az utolsó világbajnokságon volt a legjobb helyezetem, az 2016-ban volt, ott az aranycsoportba végeztem, ha jól emlékszem, 45. helyen. Ez a valójában élmezőnyi pozíció nagyon is respektálható annak tükrében, hogy egy világbajnokságon több százon, az említetten kerek 400-an indultak. 2-3 év elteltével mégis úgy döntött, felhagy a Lézerrel, átül a Finbe. Ennek több oka volt. Egyrészt az első és fő oka az volt, hogy a Lézer 4.7-nek van egy felső korosztálya, az a 16. életév, tehát a fölött már nem tudsz indulni hivatalosan versenyben. És volt egy másik oka is, egyrészt az érettség is közeledett, és az egyetemi tanulmányokra akartunk jobban fókuszálni, hogy ez sikerüljön. Ezért a 2016 év végén kiültem a hajóosztályból, majd 17 év végén kezdtem el barátkozni a Findingivel, akkor szabadultam fel úgy szabadidőben, hogy tudjak ezzel is foglalkozni, és hogyha úgy nézzük, még a 19. év közepétől kezdtem el komolyabban finnezni. Junior világbajnokságról szeretnék majd egy ilyen beszámolót tartani, ugyanis azt jövő év, ha jól emlékszem, júliusában fogják megtartani a Balatonon. Ott mindenképpen szeretnék valami mutatósabb eredményt elérni, képviselve ugye az országomat. Ezen kívül ugye a korosztályon belül, hajóosztályon belüli korosztályban szeretnék érmes helyezéseket minél többet begyújtani. És persze az ASE által a Koloska kikötőben megrendezendő balatonfüredi Findingi versenyeken is minden bizonnyal találkozhatunk majd a vitorlásportban feltűnt Tolna megyei tehetséggel, akinek alig ha nem ezeken a versenyeken már kötelező lesz a szűkebb élmezőnyben végezni, vagy éppen hazai pályán a győzelmet megszerezni.